Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Miért szeret téged? Mi tetszik neki rajtad? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Itt ezek a kártyák utalnak a te gondolataidra, a terveidre, leírják a te jelenlegi helyzetedet. Itt ezen a képen látható egy gazdag férfi. Az lehet tényleg, hogy van közeledben valaki, aki jó anyagi körülmények között él, de ez a gazdagság utalhat belső értékekre is. Tehát van nálad, a te gondolataidban megjelenik egy férfi, aki értékes számodra, vagy értékes volt számodra, hiszen ez a koporsó utal egy régi kapcsolatra, amit te leszeretnél zárni, hiszen a tolvaj ellopja ezeket a gondolatokat. Amennyiben ez a gazdag férfi gazdagságra, pénzügyi dolgokra utal, akkor ez a koporsó lehet egy örökösödési ügy, de itt van a háttérben a tolvaj, tehát valaki ártani akar neked. Amit még ez a kártya kombináció jelenthet, hogy van egy férfi a háttérben, vagy a múltból, és ez a férfi mindig olyan visszahúzódó volt, itt nem mozogtak az események, olyan nyugalom volt, mint a koporsó, ezt jelzi, és ez a visszahúzódás elmúlik, hiszen a tolvaj elveszi ezt, és ez a férfi újra jelentkezik nálad. A következő kártyán megnézzük a te érzelmeidet. Ez a kártya itt utal a te belső nyugalmadra, a te belső szépségedre, a kisugárzásodra. Azon kívül láthatóak itt a virágok, meg ez a madár, itt a fejed fölött, tehát utal a gondolataidra is, vannak nálad szép érzések, szép gondolatok, te tekintesz egy irányba, jónak látod a dolgokat, vagy van itt egy ilyen kreatív tevékenység, ami számodra megnyugtató, hogy ezt kellene tenni, lezárni azokat a dolgokat, ami eddig fájt vagy megbántott, és egy új irányba kellene tekinteni, ami számodra megnyugtató, és ha én megnézem azt a képet, akkor nekem olyan dolgok is eszembe jutnak, hogy vannak jó ötleteid, beszélj erről, valósítsd meg. És a következő kártyák mutatják a te elképzeléseidet, a jövődet, és most ezt megtekintjük. Itt ezen a képen látható egy utazás. Az lehet egy nyaralás is, vagy egy kereskedelmi kapcsolat, hiszen itt megjelennek az aranyérmék is. És ez előnyös számodra. Ez az út lehet egy életút is, vagy egy belső út, egy spirituális terület. Ebbe az irányba tekintesz. Itt megvannak a szép gondolatok és ötletek. Valósítsd ezt meg, hiszen pénzt hoz, és ezzel nagy szerencséd lesz. Most megtekintjük a te lelki társadat, hogy nézel rá, vagy mit nyújthat számodra azt, amit te érzel nála. Ezen a kártyán látható a múlt. Tehát nála vannak ilyen emlékek, gondolatok a múltat illetően, ebben van egy kis nosztalgia is. Előfordul az is, hogy néha visszahúzódik, mert ilyenkor elgondolkozik a múlton, de ami még itt látható, hogy bizonyos dolgokat ő másképp lát, nem úgy, mint a múltban, tehát változtak az események, vagy változott ő. A következő képek arra utalnak, hogy lát téged, mit szeret nálad, mit tetszik neki, és ezt most megtekintjük.
Itt ezen a képen a hetes szám látható. Az utal a hold energiájára, az álmokra, a vágyakra, a reményekre. Ahogy ő lát téged, te értékes vagy számára, hiszen itt van ez az arany érem. Ez a tiéd. Ő látja ezt, de te ezt nem látod, hiszen le kellene hajolni, felvenni ezt az arany érmét. Ő tudja ezt, ő ezt így látja, de te nem látod, mert te nem lefele hajolsz, hanem nézed ezeket az érméket, de ez nem arany, hanem olyan, mintha alumíniumból lenne. Ezek mások. Te úgy gondolod, hogy mások sokkal értékesebbek, tehetségesebbek, mint te vagy, de nem ez az igazság. Mert ez az arany érem sokkal értékesebb, mint ez az alumínium. Tehát vedd fel ezt az arany érmét, nézz oda rá, mert ez utal a te saját értékedre. És milyen érzelmekkel közeledik hozzád, és hogy gondolja az, hogy mi az, ami összeköt benneteket, erre utal ez a kártya. A kettes szám a párkapcsolatot jelenti, te és ő. Itt vannak a gyermekek, megvan ez a megújulás, vagy ez a fiatalos kisugárzás, azon kívül utal az ártatlanságra is. Ez a kisfiú, őt szimbolizálja, ad neked egy puszit, de súg valamit a füledbe, mégpedig azt, figyelj oda, ott van ez az arany érem, ez a te értéked, a te tehetséges, és te értékes vagy számomra, hiszen átölel itt, és ez a lovas kocsi megy előre. De az egyik ló az mindig úgy hátrafele tekint, az utala múltra, ez zavarhatja azt, hogy előre menjenek az események, és ti ketten ott ültök ezen a lovas kocsin, és előre fognak menni a dolgok. A következő kártyák azt mutatják, hogy mi tetszik nálad. A te külsőd, mert te vagy itt a középpontban. Azt tetszik neki, ha te természetes vagy, olyan, amilyen. A jó és a rossz tulajdonságaiddal együtt. Ami még neki tetszik, a te tisztaságod és ártatlanságod, ugyanúgy, mint ez a kislány ezt szimbolizálja, azon kívül a büszke tartásod, mutatja ez a madár. Ami még tetszik neki nálad, erre utal a fa, ennek van egy ilyen gyógyító hatása, hogy te rendezed a dolgaidat, tehetséges vagy, olyan talpra esett, és mindenütt úgy le tudsz gyökerezni. Tehát nem csak az álmaidat éled, hanem a reális dolgokat is. Amit még ez a virág jelent, mert a Lunomart kártyánál megvan ez a szimbolikus jelentése is, a testi kapcsolatot. Tehát ez is tetszik nálad, és megvan ez a vonzalom. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderrel!